Tehát, hogy konkrétan 24 órája van aludni. Aludni, enni, akkor live-olni, olyan dolgokat, amit akar csinálni. Úgyhogy most tényleg nem tudom, 16-áig az a baj. Igen, úgyhogy eddig most beláthatatlan ideig. Néha-néha van live, de inkább videók vannak. Most igen. Nem, sajnos. Aztán decemberre reméljük, hogy már rendeződik és újra több live lehet. Így van. Elkezdtem dévfejes emojikat rajzolni, mert nem találtam egy képet, amin dévfej jól látszik. De jó! Ezt kiírta? Aliz. Kíváncsian várjuk. Igen. Jön a vicces feje. Igen. De tényleg karácsony feelingen van itt a sok fában. Hát a fenyőfák miatt. Kicsit lehet, hogy körbe kéne menni. Mert nekem gyanús, hogy túl nagyok a terepek és semmi nincs sehol. Nem? Tehát ő semmit nem látsz, csak jó, nyilván dísz. De hogy... Dísz? Nyilván dísz. Rég ásunk. Köszönjük. Azért nem mi a neve a játéknak? Pause and Soul. Puffs and Souls. Paul and Soul. Puffs and Souls. Na, online suli van most sokaknak. Ugye ott tartottunk, hogy átértünk a hídon, ami leszakadt, és a Chilével értünk át. Ez volt az előzmény. Fent leszünk sokáig, babán, mert nézünk sorozatot, tessék kávézni neked is. Szia, Nessasis! Visszajövök a leszakadó híthoz. Mi ez a hang? Ugye itt volt, hogy itt átértünk a Chillével, pont nem zuhantunk le. Buletka a kutyánk, ott van Halloween-i skinbe azóta is. Szia, Bulett! Hiányoltak a nézők téged, úgyhogy üdvözöljük Bulettkát. Szia, Bulett! Hiányoztak a nézők? Igen, nagyon hiányoztak neked a nézők. Hát úgy van. Azt se tudom, mivel irányítom a Bulettkát. Tehát annyira elfelejtettem az irányítás, gyerekek, hogy azt se tudom, melyikkel mit csinálok. Na, várjál. Hát ezzel nem jutottam előrébb. Nem lehet. Úgy látom, körbe-körbe megyünk, ne, ezt nem akarom elhinni. Ezt nem csinálhatja a játék, komolyan mondom. Elég volt az erdőn belül körbe-körbe menni. You always this heavy? Dehogy teszem le a kutyámat! Le tudom tenni, hogy itt hagyom, de én nem hagyom itt! Leaving dogs. Le kell tennem a kutyát. Hát én nem akarom. Addig körbe-körbe megyünk, amíg le nem teszem a kutyát. Na, azért mindennek van egy határa. Feszegeti a játék a határaimat. Another loop. This is hopeless. Miért csinálja ezt? Le kell tennem a kutyát. Nem akarom elhinni. Nem. I can't go on, buddy. I'm just saying, I can't. I wish I was stronger. I need you to stay, Bullet. Okay, stay. I'm gonna find that bastard. Nem hagyhatjuk itt. Pay for what he did, and then I'll come back for you. I promise. Please. The Bullet. Wait for me, please. Gyerekek! Ez mi? Itt kell hagynom a Bulettet. Na jó. You won't break me, you hear me? I won't lose to you! Whatever you are. Most már nagyon elegem van. Le kellett tennie, ott hagyni, és azt mondtuk neki, hogy megfizetünk a szemétnek, és visszajövünk érte. De haldoklik.
ott kellett hagyni a földön, mert addig körbe-körbe mentél, amíg ezzel akar megtörni, hogy elveszi a bulettet tőled. Hé, hey, Chloe, nagyon sok nosztalgikus képet csinálunk. Száraz füld hó. Bocsánat, küld a pallóra. Száraz füld hó. Száraz füld hó. Száraz füld. Na jó, menj a pallóra. Nyomás a pallóra. Le ne essé. Perfect. Tökéletes. Én csináltam. Mi más lenne? Egy dohás! Itt a Dark Beast van. Aki most már mondjuk Bananas van. Gyors vonat, valahol megáll Omega. Köszönöm, Zsolt. Bárcsak meg tudnám állítani ezt a pillanatot, hogy mindig így maradhasson. Hát majd idővel vissza tudod tekerni. Ott egy zászló. De nem ezt akartam! Vitorlás hint a legjobb módja a tengeri szimulálásnak. Játékágyú. Sosem értettem, hogy hívják vidám Rogernek, nem értettem, hogy lehetsz vidám, ha meghaltál. Oké. Okay. Ez a cucc sokkal kisebbnek tűnik, mint hogy emlékeztem. Nagyon cukin összerakták a kalózhajót amúgy. Nekem nem volt ágyúm otthon. Nektek volt ágyútok? Zászlóm az volt. Az volt. Amulett. Várj egy percet. Jarrrr! Engedélyt kell kérned, mielőtt felteszed a lábad a másik kapitány hajójára. A fedélzetre léphetek? Engedélyt kérek a fedélzetre lépni, kék szakál kapitány. Jarrrr! Esküjó. Amulett már is érkezik. Oké, azt hiszem ez... Francban nem tudom, hogyan foghatnám oda. Hallod, ott a Cellux, maradj itt, hiszem, láttam egy kis ragasztószalagot. Mondom én. Köszi, Max. Már csak egy kis ragasztószalag. Azt tudom, hon van. Tudom, hon van. Ott volt. Alma. Eldob. Ja, labda. Labda vagy alma? Nagyon sok időt töltöttem itt régebben, minden egyes kis sarok ismerős otthonos. Nem esik le amúgy neki, hogy én meg közben bánkodok és búcsúzom magamba. Szia, Éva, mi újság? Labda. Már az alma nem így pattanna vissza. Vajon ezért nem akarom elmondani Chloe-nak, hogy elmegyek, mert nem akarom tönkretenni. De cuki rajz! Együtt töltött időt. Hát nagyon nehéz búcsúzni, ez tény. És erről szól most az egész. Jól vagyunk, köszönöm szépen. Hogyan fogok... Mizu haver. Mindjárt viszem a szalagot, menjél vissza. Na, de labdázunk. De okos valaki. Ne okoskodj annyit. De kedves vagyok. Hülye. Punk. Punk. Punks are cool. A punkok királyok. Good talk. Jól mondod. I still wish I could live. Mindig azt kívánom, hogy bárcsak általunk rajzolt világban lennénk. Cigaretta csikkek, azt most nem nézzük meg. Itt egy sír. Szegény Bongo, Chloe nagyon nehezen viselte a halálát. Sziklakert, szedd fel! Hallod, virágokat letépkedem. Hugóra vigyázz, akárki is az a Hugó. Nagyon vigyázzál a Hugóra. Amicia. Amicia, az én vagyok. Remek kutya volt. Hát emlegesd még! Hol vannak a szegecsek? Na! Vannak tyúkjaink! Semmi baj, vannak tyúkjaink! Itt lakó... Jézusom, mekkora disznaj! Haló? Disznó úr, nem támadsz meg, ugye?
Szia Jennifer, üdvözlök mindenkit! Disznó úr! Mr. Koca! Jézusom, mennyi Mr. Koca! Szia! Nem bántalak! Na jó, itt nem marad, nem bízok a disznókba! Nem bízok bennük. Oké, okay, csirke. Ó, szevaszt, paci. Oké, okay, jó játékot közben, Morello. Na, a lovainkat megtaláltam, meg hallom, kalapál a kovács valahol. Itt van létra. Úrnőm! Úrnő vagyok, hallott! Teó, vészhelyzet van, keresd meg a többieket! Teó, szia Teó! Én vagyok az úrnő! Azt teszed, amit mondok. Itt vannak a méhecskék. Tehát vannak méheink, azon kívül, amit magamba hordok, mint nő. Na, mászunk föl. Na, eszköz. Ha már itt vagy, mindenhol kereselek. Sheep! Van sípunk! Egyszer biztos hasznos lesz. Tudok sípolni. 11 ajándékot kell megtalálni. Amici apja ajándékozta a lánynak a terrakotta sípot az első vadászat során. Távoli őseink hangszerként és játékként használták. A sípok lehetővé tették, hogy az emberek beazonosítják csoportjaikat a vadászat során, de a háborús időkben nagy szükséget szolgált. Erre volt hasznos. Átment a lapát, bejött anyum a szobámba, mondta disznó, pocak, elkezdett röhögni. Ó, amúgy nagyon szép és igényesen kidolgozott játék. Tehát, hogy átadja eddig azt a feelinget, ami lezajlódhatott a történelem ezen szakaszán. Hagyd már abba a kovácsolást, kovács. Nagyon zavaró a kalapácsod. Nem hallod, hogy mit üvöltök? Szép napot, szia! Azoknak az új szegecseknek várniuk kell. Figyelj, úgy dolgozik, mint a mesterprofi. Minden ideges. Oké, néhányuk megharapták éjjel. Nekem nagyon angoloknak tűnnek. Oké, miért jönnek az angolok és harapnának meg embereket? Nem tudom, hogy meg... Ja, ti beszétek! Hello! 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 Mit csinálsz? Te szép vagy. Oké. Okay. Meg kell keresnem anyát. Ez volt a feladat. Halljátok, én nem tudom, milyen úrnő vagyok. Mondd meg a többieknek. Az erdő tiltott terület további közemény. Rendben. Hát éppen csirkét pucol a néni. Itt is disznó. Szia, néni. Jó munkát. Aha, ez templom lesz. Imádkozik a pap. Atyám, szenteltessék, vagy dicsértessék. Várjál, hitelesen. Le, térdre. Nem tudok letérdelni. Térdelj már le, édes csillagom. Egy templomba jöttél be, nem látod? Úgy. Reméljük, hogy megoldodnak a gondok, és találok követ a parittyámba, és minden rendben lesz. Ámen. Az ott féregjük volt, igen. Na. Take care of Leon, please. Vigyázz Leonra, kérlek, megérdemli, hogy melletted lévő helyet. Hát igen, ő már jobb helyen van. Akkor is, ha néha kicsit rakoncátran volt. Ég veled, szeretett kutyám. Szia, Leon. Viszlát, atyám. Jó nagy település. Anyám nem túl elfoglalt, reméljük. Ott a liba! Liba, pipa, gá, megvan a liba. Szia, liba. Éheznek, mi szerencsések vagyunk. Tehát mi valami gazdag családból származunk, mert amúgy tök luxusba lakunk. Nem tudom, hogy milyen hercegnők vagy kik leszünk mi. Anyám odafent van? Aha. Akkor rohama volt az öcsénynek, az nagyon baj. Az öcsénynek tuti valami betegsége lett, nézzétek meg a ruhakollekció. Tűzifára lesz bőve, ha hideg lesz a telünk, tökéletes.
ki fogsz akadni, ha ugyanolyan lesz, mint a Blair Witch. Hát nagyon kiakadok, hogyha... Nem, mert nem olyan lesz, mert más a sztori, de... De meglátjuk. Azaz, be kell csukni az ajtót, végre valakinek van esze egy játékba. Ha bemész valahova, becsukod az ajtót magad mögött, azért valami itemet szedhetnénk magunknak. Cserépkályha. Tárolódoboz. Szekrény. Ha pedig tetszik, akkor dobjatok nyugodtan egy lájkot. Menjünk egyből föl, vagy nézzük meg a másik irányt előtte, mert azt mondta anyánk fönn lesz, akkor fönn kell haladnunk. Nézzünk azért körül, itt az éléskamra, hallod, megpakolt asztal. Mi történt a faluban? Embereket haraptak meg. Valami vadállat lesz, ami fenyegeti az embereket. Minden esetben éjszaka történik. Éhínség, háború a nyakunkon. Vámpírok, az, vámpírok, persze. Dracula halott, de élvezi. Jó, hogy észrevesztek. Hát, hello, milady vagyok. Szia, Dave milady. Szeretnék kérni 3 zöld almát és 2 körtét Janának. Nem tudom, elvehetem, ez végülis az én lakásom, úgyhogy akkor veszem el, mikor akarom, vagy nem. De valami élelmet nekem készítsetek. Mit pucoválsz? Nagyon jó, nagyon szép munka, gyönyörű. Így kell. Tutoriál, hogyan tisztíts asztalt. Még dörzsöld egy kicsit, nagyon jó, rázd le. Úgy a homlokról izzadság is mehet. És dörzsi. Nagyon jó, büszke vagyok rád. Te vagy a legjobb cselédünk. Y-nal szóljak Hugónak. Gyere ide, Hugo. Ó, bakker! Hová a fenébe bújhattak? Menjünk most. Bakker! Maradj lent. Hey you! What the hell are you doing? Let's go. Leave him alone. Shut your mouth. He belongs to the Inquisition. But he's just a child. You've lost your mind. Gabriel. Hol a szarba menjek? Hallod, én lopakodok. Vigyázok! Ó, ne! Azt is lecsapta! Ne! Gyorsan menjünk le! Nem, szerintem nem anya volt. Meg kell találni anyát, az nem anya volt. Oh my god. Louis. Think it's funny making me run like that? Oh-oh. I missed her. Okay. Meg ne fordulj! Ah! Rám hozta a szívbajt! Muszáj tovább mennünk, de hova? Mindenkit megölnek! Nagyon gonosz középkor volt ez! Menekítem magunkat, nyugalom. De innen hogy jutok ki? Oh-oh! Lám. Mit képzelsz, hova még? Ez az! Hallod, a mutár lecsapta a katonát. Olvassuk el. Segíteni kell neki. Főiskolához, egyetemhez kéne angol írja. Matek, igen, figyelj, a tanítóknak is kell matek, mindenkinek kell, a bölcsödéseknek. Mivel ugrasz? Space! De nem ugrik! Dehogy nem. Nem ugrik!
amikor kezedben van az a szar, nem tudsz. Ja. Oké. Okay. Senki nem mondta ezt. Nem matek érettsége, hanem ott még külön az egyetemen vagy főiskolán tanulnak nagyon nehéz matekot. Igen, nehéz a matekot is. Tehát ott nálunk szóval a tanítóképzőn például, meg a bölcsödésképzőn nagyon sokan megbuktak, akik matekból de Tifi, meg voltak. Amúgy, hogyha rám hallgatsz, én nem ajánlanám neked, mert nem keresnek annyira jól az óvónők, hogy megérje, hogy megérje azt, hogy... Azt előre újra kezded. Előrébb kellett volna futni. Szóval, hogy nem keresnek annyival jobban, mint hogy elmész dajkának. Meg most őszintén anyukám dajka, és kevesebbet keres, mint akik boltba dolgoznak. Igen. De például van ismerősünk, aki dajkaként dolgozik, és ő meg jobban keres. Azt írják megint, hogy megint hangos hozzá. Igen, mert Jana arrébb ül, tehát... Nem, amúgy tényleg nagyon hangos a játék. Hol lehet ezt állítani? Beállítani. De nem, te hangosan hallod, mert a gépen maximum van föladva. Ők nem ennyire hallják hangosan, mint te. De azért teljes le ne halt. Nem, jó lesz így. Csak ezért, csak nagyon hangos volt a zene. Jó. Ennyi. Na, nézzük. És muszáj ezt elvinni? Hát nem olvasod el. Úgy hallottam, senki nem teszi vissza a fejed testre, nálad ügyesebben segíteni el? Társasági életem romokban hever. Ez azért vicces, érted? Igen. Akkor vissza kéne majd, igen. A tűzre figyelj, hogy ne menj bele. Oké, okay, köszönjük Krisz és Tifi, hogy jó. Köszönjük. Ilyenkor fuss ki előre. Jó. Nem, hogy ügyes voltál az egy. Ilyenkor fuss ki előre. Nekem ezt szoktam mondani az agyam, amikor meglátom, hogy jön egy ismerősöm velem szemben. Ilyenkor fuss ki előle. Nem, lehet, hogy észre sem veszi, hogy ott vagy. Jaj. Neked volt már ilyen, hogy inkább elmentél egy kettő nem akartam úton. Beszélni volt, nem, persze. Nem azt, hogy nem akartam vele beszélni, csak nem akartam, hogy emberekkel beszélni. Vigyázz a tűzre. Alapvetően. Hát volt. Elég introvertált vagyok. Néha. De jaj! Ezt de nem, ezt láttam, hogy nem... Jaj, de rossz! Logikával kell. Ez nem csak logika, cicám, hanem ez az, hogy te, mit tudom én, 30 évet játszottál a kerset. Aha. De azt még miért mentem? Ugyanazt játszod el háromszor. Most is ugyanazt fogod, felmész, eltalál az első és a második el leesel. Hali, Viki, mi újság? Miért? Kijebb megy? De akkor úgy tudok, hogy lerakom 2022-ben az érettségit, aztán halasztok egy évet közben, lerakom az alapangolt és úgy megyek főiskolára. Kérdezi Tifi. Vagy szerintem nem, tud nem éri meg kihagyni. Főiskolára. Nem éri meg főiskolára menni. Jó, ez belefordult. Nem menti elég előre. És hát hátra. Szólj, ha majd visszaüljek. Mert nem akarom, hogy tényleg nulláról. Én nem fogom újra csinálni a pályákat. Come on! Szóval szerintem nem éri meg, Tifi. De hogyha szeretnél, akkor persze. De egy, addig, arra is gondolnod kell, hogy addig, amíg főiskolára jársz, addig sokkal nehezebb lesz dolgoznod. És igen, ahogy még fárasztóbb lesz, mint most. Nagyon fárasztó. Én szeretek tanulni, meg minden, de mégis ott hagytam az egyetemet, mert egyszerűen nem bírtam. Egyszerűen nem volt rá kapacitásom. Azt írja, hogy a kereskedelmi marketingot is érdekli. És a Chris pedig azt írja, hogy amióta nem voltam Davion-ban játszik, Jana pedig hát... Köszönöm. De diák munkán leszek és többet kapnék, de jobban el fogsz fáradni, nem lesz energiád nem, élni sem. Tényleg azzal van a baj, hogy nincsen, nem lesz energiád hozzá. És még a dolgozáshoz se, vagy pedig a tanuláshoz, és valami valaminek a rovására megy. Igen. Nagyon ritka. Nekem az, is hogy ez nem. Volt. De mindig. Én is ezt tapasztaltam, hogy vagy dolgoztam nagyon sokat, volt pénzem, de mondjuk megbuktam a vizsgán. Látod, megtanultam! Jeee, yeah, most akkor még egy kör. Csak 6 életet kellett elveszteni. A kettő. Jaj, nem megint van egy ilyen. Hát ezt mondom, hogy figyelj oda. Menjél, tele van a fiat, jó. Checkpoint! Várjál, olvasok, checkpoint sikító. Dave, tudom, hogy ez nem ide tartozik, de majd megfogad venni ezt a szobatéri faluba a koslovat? Igen, meg kos a fejem. Szia, Fekete Szabina, mi újság? Hát még agyalok rajta, de nem dolgoznék annyit, mivel apával tudok lakni. De hát egy idő után elköltöző onnan is, és önálló nő leszel. Tehát azért kalkuláld bele. Menjetek már tűzbe, jó? Hú, ott futás!
Ez ilyen ügyesség, jaj, de jó vagy. Várj! Elnézést, akik megsüketültek. Ott gyere ki! Vedd fel! De ne ugorj le! Felvetted volna... Várjál, most itt nincs tűz. Felvetted volna a szívecskét. Jó, a betűket szard le, csak vidd át a pályát. De egyetem után költözne el. Hát ez meg még változhat majd, ez idő hozzá magával. Ez túl sok inger nekem, hogy miért... Janka ír, hogy mehetek Dokihoz. Akartam ugorni, ne ugorj! Mert azt... Ja, mert tényleg én mondtam, hogy ugorj, és bakker, hát a kezedbe a koponya. Bocsi. Nem tud ugrani, tényleg. Itt most nézd meg, hogy mikor kell felmenned. Ne menj el hátra a pontok, én menj itt elől. Csak ne úgy menj fel, hogy telibe kapjon a tűz, mert akkor vége. De ott... Ott fal volt! Gyere le! Menjél föl! Checkpoint! Gyere ki és állj meg! Állj meg! Várj! Kiébresztette fel Lord Zsarátnokot? Valami égetni való szép szőr! Szebb! Ha ég! Ne fuss égetni való! Szeretnélek ő! Mi az égetés elleni téte? Égteleníteni! Ez boss, menjél onnan! Miért nem megy? Miért nem megy? Mert nem tudsz ugrani! Kerülj úgy, hogy ne esélj! Mennél, nagyon jó vagy! Mennél! Jön a futás, a szárd le a gyémát! Mindent szárd le, csak mennél! De a szomszédok át fognak jönni! De nem jó, mert ő is ráállt! Így! Mennél föl! Utána átveszem, vigyázzál! Olyan, mint az SSO tökölés. Állj be, és menjél föl! Oda kell letenned! Jó, megcsináltad! Nagyszerű! Ez nem az én testem! Nem jó helyre hoztad! Ez valaki másé! Fúj! Furán érzem magam, azért kösz! Légy óvatos, odafenn, ne hagyd, hogy macsmester ellopja a fejed! Aha, kukkol valakit! Gyerekek, én régen erre nem jöttem rá, hogy ő kukkol valakit. Pedig te. Olyan kis ártatlan voltam. Mert nehogy visszajöjjön. Azt a mindenit! És most nézzük az action-t. Azt a mindenit. Egyik előkészített trükkön mindjárt működésbe lép tartsak ki szünet a tevékenységet, de élvezni szerintem. Igen, ez mindig. Kielőtt szégyenlősködik. Yeah! Jó, egy megvan a négyből. Nagyon jó. És tudod, van nem kaphat el. Egy olyan cip... Nem. Nem az kell. Nem a WC-hez kell odaragasztani. Ó, én már tudom. Én már tudom. A hűtőt? Nem, hát mit használ? The goggles! A... Távcsövet. Távcső, de az! Addig, de hát logikus, már akkor odaragad a fejére. Ne, ez nagyon mekkora szemétségek lesznek itt még? Ez nagyon gonosz, és hányat kell neki? Négyet. Aha. De még csak két tárgyat találtunk, úgyhogy még valami majd biztos lesz valahol. Jó, menj. Mondom, én arra emlékszem, hogy a tévével biztos, hogy kell majd valamit csinálnod. Én, ahogy még nem... Na, nem mindjárt kezdődik a műsor! Ne! Remélem el vagy bújva. Ne! Egy élet mínusz. Ez miattad van, cica, mert azt mondtad, hogy na, remélem el vagy bújva, el voltam bújva. Jó, még van két életed, nem baj. Két pont egyből meg lett. Most lemész, mikor jön ki? Az zárva van. Ne menj már le, mikor jön ki. Jó. Fúj! Olyan hangja van, hogy oké. Járőreink a Mazda RX-8-ast üldöznek, mely dél felé halad. Már is vettem az adást, megyek utána.
gyanúsított túllépi a megengedett sebességet. Elnyebelnye, megy a bünti bam-bam. Hát ilyet nem csinálunk. Elfogó járőr keresés. Rendben, értettem? Nyomatom! Ott a gyanúsított előttem. Erősítést nem kérek, egyedül megoldom. Vagy nem. Hát nem mondhatni, hogy a leggyorsabb jármű vagyok. Ó, behúzott a csőbe! Megvan! Mármint, hogy megvolt. Jajjajjajjajjajjajj, mit csinálsz, Dave? Mégiscsak kell ez az erősítés. Nagy a baj. Kicselezett, rászedett. Akkor is utol fogom érni, nem kell aggódni. Dave Kadét akcióban. Mindjárt megvan. Legjobb embert küldtétek rá. Engem. Oda néz. És megvagyunk. Ennél gyönyörűbben el se tudtam volna fogni. El vagy kapva. Mindjárt kész a jó kis fürdő. Ah, damn. Úgy látom, hogy jobban szeretnek fürdeni, mint zuhanyozni. Én gyorsan le akarom tudni, szóval zuhany ezerszer. Inkább zuhany. Vegyes, vegyesen vagytok, így jó. Én csak ha nagyon sietek, akkor szoktam zuhanyozni, de inkább fürdeni szeretek. Kész a kádvíz! Bath ready! What? Already? Can I finish this episode? Előbb befejezhetem a részt. Gyere fürdeni! There's no time to lose. Jaj, a kiskutyát is beviszi a fürdőkádba. Hey, you smell too. Oh my god. Te jó ég. So many. Mennyi buborék. Try and keep them in the bathtub. Kell neked egy buborék, egy buborék. Az se baj, ha tűzpiros, az se baj, ha kék. Kell neked egy buborék, egy buborék, egy buborék. Ti jöttök? Hey dude. Hey haver. Everything okay? Minden oké, és oda át. Na, gombának tetszeni fog. Be careful, she doesn't. Óvatosan, nem ehet semmilyen szappant. Jó. Kád mellett ül. Igaz, gomba? Olvasni imádok a kádban. Gyorsabban! Kell neked egy buborék, egy buborék. Hajrá, hajrá. Na, mobil. Bár ez veszélyes most használni. Ideje elbúcsúzni a modern élettől. Nem írunk egy SMS-t a csajszinak? A Lillának? Vagy legalább hívjuk fel egy percre. Szeretnétek még egyszer? Na, azért. Hát ide egy magyarosítát kaphattunk volna. Lily's freaking out. Kiakadt. Maybe I should leave. Lehet, ki kellene hagynom ebből. Or she'll get into vagy trouble ő is bajba kell. Ne hagyd ki, ő az egyetlen, akire számíthatsz. Nem hagyom ki. Minimum azzal tartozunk. Nem hívni. Nem. Szükségünk lehet rá. És szerintem van olyan érzelmi szál köztünk, hogy fel kell hívni. Ha leírod, megköszönöm. Sean? Sean. Szia, Laila. Te vagy az, Sean. Tényleg? Sean. Istenem. Are you okay? Jól vagy? I guess. Azt hiszem. I'm... Egy... I'm in a motel. Motelben vagyok. With Daniel. Daniel-lel, francba. Mindenki titeket keres. Jól vagy? How about you? Mi van veled? Are you okay? Minden rendben? Everything's minden elszólott. I'm so worried. Nagyon aggódtam miattad. A rendőrök mindenkivel beszélnek az iskolában, ez egy rémálom. Ne mondd ezt, Sean. Minden rendbe jön. Hát igen, ez kockázatos volt a telefont bekapcsolni, de mindegy. Nagyon hiányzol, lehet visszajöhetnél. Bárcsak. Tudod, hogy szeretnék, de...
Nem vállalhatjuk ezt a kockázatot. Börtönbe fognak juttatni, és Daniel, lószart, ártatlan vagy, és fedezlek, ahogy mindig. Nem hagyom, hogy bajba kerülj miattam, ne csinálj, mintha többé nem látnánk egymást. Ez baromság. Sajnálom. Nagyon utálom ezt a... Azt hiszem, kicsit a harcosok külön válnak egy időre. Hová tartasz? Szegény gyerek! Csak el kell mennünk. Egy kis időre. I'll call you if I get a ha lesz rá lehetőségem, hívlak. I miss you, Viola. Hiányzol. Vége. A valós életben is szólnék azért annak, hogyha van olyan hozzátartozom, akit szeretek, hogy legalább megnyugodjon, hogy élek. És rajta. Daniel, get your butt in here right now. Nagyon kemény az első rész. Első epizód. És nagyon hosszú és nagyon sok történés van benne. Nagyon, hát a másikba, a sima Life is Strange-be 3 rész kellett, mire ennyi esemény történt konkrétan. Ebben meg buli van. Most okay. Nem fogom elrontani a kedvét. Ne gondolkozz rajta. Just tell Daniel the truth. Csak mondd. De akkor el fogom rontani. Ott a kutya. Szórakozol velem? Emlékszel erre a darra? Gyerünk, táncolj. Kis haver, én most nem tudok táncolni. Ezt akartam mondani, hogy eddig húzhattuk, de most már essünk túl a nehezén. Nem vagy vicces, Daniel. Gyere ide. Nem húzom tovább az agyát, beszélnünk kell. Ihatunk előbb? Nem. Azt mondtad, kaphatok egy kólát. Vagy valamit. Szeretnék, szerzek neked üdítőt. De mikor visszajövök, elbeszélgetünk. Serious. Komolyan. Fine. Jó. What's the big deal? Mi olyan nagy ügy? Ne hagyd már egyedül a gyereket! Na, adjuk gyorsan azt a kólát. Mert már széttépi az idegemet, hogy mi fog történni az idegeimet. Na, az mindjárt kialszik. Ne! Ez nem horror game! Daniel! Mi? Oh, fuck. Oké! Daniel! Magneto! What's happening? Mi történik? Daniel, calm down! Hazudtál! Apa! Apánk halott! Ne! Meglátta a tévébe! Shit! Ajjaj! Miért? Miért hazudtál nekem? Meg akarlak védeni, ameddig tudlak. Mitől védsz meg? Magadtól? Daniel, utállak! Ajjaj! Nem vagy a testvérem. Ne mondd ezt. Tudod, hogy mindent elrontottam. Túl leszünk ezen. Ne nyújj hozzá. Daniel, légy. Nem. Semmi baj. De azért a pénzt levonta a kólára. Szegény.
Me too. Innen is ki fognak rakni minket ezután, hogy így mindent izé. Azt mondtad, hogy találkozni fogunk apával. I'm sorry. Sajnálom. I just... Én csak... Just don't lie to me ever again. Soha többé ne hazudj nekem. Valószínű az lett volna, hogy a tévében elkezdünk táncolni, és akkor is reklám megszakítás is látja. Tehát, ú, de durva. Második epizód a rendrakás. Ja, Istenem. Megígérem. I promise. I won't lie to you. Többé nem hazudok neked. I promise. Megígérem. I'm serious, Sean. Komolyan, Sean. I know. Me too, Danny. Az vagyok. What are we gonna do? Mihez fogunk kezdeni nélküle? Hát már ma is nélküle voltunk. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Minden rendben lesz. Sean. Sean. Am I? Én. A monster? Én egy szörny vagyok. Tudtam, hogy ez lesz a következő, amire rákérdez. Nincs veled semmi baj, te csak... Different. Más vagy. Okay. Okay. What are we gonna do now? Mihez fogunk most kezdeni? I was thinking... Arra gondoltam... Maybe we could go to Puerto Talán elmehetnénk Puerto Lobosba. Fúss! Au! Cizé, itt is Fortnite-ban is menedéket kell keresni, a hátad mögött onnan lő. Hol? Vagy nem a hátad mögött, ott. Onnan. De van másik is! De mondom, akkor hátad mögött lőtt, jól mondtam. Meg ott is van egy, menj a fa mögé és onnan célozgass rá. Várjál. De még azt sem tudom, hogy mozgok, hát. De ne kiabálj már. Hoppá. Aha, jó, hogy ez mozog. Hát nem, megvárja mi lenne. Csókolom. Anyám. De ez mozog, de kemény vagy, mint a kátszéle. Megvan. Nekem volt egy házi legyem, amit Tibornak hívtak, volt neki kis befőttes üvege, amibe tettem. Neki rántott halat, ne, egy hónapja meghalt. Hello. Tibor. Sajnálom. Te megtámadsz? Mit mondott? Bandita. Vedd el a térképet, vagy... igen. Igen, vedd el ezt, csak ne ölj meg. Vedd el tőle és ne öld meg. Jó. És most lelövöm. Ne, csak lökd el. Na, el is fut, látod. Nem bízok én benne. Mi? Elfut? De most ott valamit írt, sociál, stacel, open your, stacel. Mi az? Stacel. Sociál, stacel, úgy jó, stacel. Ha érdekel a Rivals, tesz egy zsok és játékcsomó versenyben lehet benne tenyészteni, kisebb feladatok vannak. Ó, itt a térkép. Megnézzük. Köszi. Most van benne egy új fúgy, lehet visszalomogolni. Amit írtak. De megjegyzem. Mongoof the Family. Én meg, az hogyan jött létre az? Az a neve. Ja. Én meg egyszer összebarátkoztam egy légyen, megbírtam simogatni, és ott maradt a kezemben, bár az, hogy egy kezemben volt a koszos lába, jó, picit tudni, de mi? Várjál, van még, lehetséges, amit hogy itt én el tudok rakni. Na, kirúg bele a zsinórba, babám. Bocsánat, nem direkt van. Igen, Zoe, rendet. Valamit el tudok rakni? Hol is lehet ezt megvenni? Még nagyon-nagyon zöld fő vagyok ebben. Steamen. Steamen, Janka. Majd megmutatjuk a live végén szerintem. Nekem meg szöcském is volt, nyugi, csak pár napra, mert nyári táborban mit jelent a swap, mindig felveszem. Mit ó, elcsortam az az a cserélés. A swap az a cserélés. Aha. Jó, lett egy új kalapunk. Ruhát nem lopunk. Azt az X-eknél el tudod venni az embereknél lévő cuccokat. Mit, mivel? X-eknél. Hú, de ködlet, vagy süt a nap, vagy mi a fene.
Aha, tényleg, Pika Pics. Nagyon köszönöm jó szépen a tippet. Oh! Kinek kellett szaros hulla? Megmondtam, hogy ne hozz haza minden állatot. Nem tarthatjuk meg. Lótolni kell. Az mit jelent? Fall Guys ezt írta ki, hogy Amazon Prime fiókodba belépsz, kapsz egy Fall Guys skint, vagy valami ilyesmit. Láttam, hogy van valami de jó, ilyesmi, de nincsen Amazon Prime-unk, szóval... De lehet regisztrálni. Ezt meg kell venni? Ja, akkor nem lesz. Itt nem tudom, el lehet-e, de a rendes gameben el lehet venni, ja igen, Y-nal. Ja, Y-nal? Várjál. Hol a hulla? Tedd le a fickót is a loot gombot. Aha, az Y-nal lootol, tényleg. Mi ez a loot? 46 pénzt elvettünk. Várjál, egyszer már elraktuk, valamelyik ilyen izével veszed elő az összes kelléket, és nekem el kéne tenni a fegyvert, na mindegy. Ezekkel? Nem. De nem tanította meg, nekem az hiányzik, hogy nincs meg lépésről lépésről, hogy VOSD. És ha most itt panaszkodsz ezen, akkor meg fogja tanítani most? Nem, majd rájövünk. Annak hiába, hogy győz, csak a sajátod jön oda. De újraéled a lovad, nem kell a másik. Nem baj, lett egy, az kész. Köszönjük. Ott a ló, elengedtem. Mindjárt ott vagyunk. De azt sem tudom, hova megyünk. Már térképet se látni normálisan. Dehogy nem. Ott a lovad. Ott mutatja. De most nekem az már nem kell. De... Az X-et keresem és nem látom az X-et. De ez nem na fog most újra már életni. Térképet se látom. Nem tudom, merre van az X. Sárga részre. Oké. Okay. Szegény, nekem nem lenne szívem otthagyni. Na látod? Ide jött hozzám egy gyerek, hogy leszünk barátok? Oh, honey, you don't know who I am. Ne. Hát nem hiszem el. Ezt is megölted? Hát nem hiszlek el, putta. Tényleg egy állatkínzó vagy. Nem öltem meg, ez jó van. Pont úgy néz ki, mint aki jól van. Húlé, te. De hát a sárga kör ott van fönt, akkor hol van? Körbe menj mondjuk, és ne a sziklákon, szerelmem, megnézhetem? De abból én nem tanulok. Azt mondta, de a sárga kör ott van fönt. Meg ne 80-nal menjél mindenhova, cica. Lassabb egy picit. Úgy kell körbenézned, nincs-e kincs. És ne jó. 80-nal menjél mindenhova. De itt nem tudsz felmenni, szerelmem. Miért nem? Jó, akkor menj fel a függőleges izén! Hát szerinted a függőleges falon miért nem tudsz? Jó, akkor itt megyünk. Majd fogok én is játszani, Iris lehet. De akkor odaadom, de melyikünk ment el? Bocsánat, hogy szarnom kellett! Jó. Tehát most nem tudom erre mit mondjak, cica! De ne 80-nal menjél, és ne menjél neki minden kőnek. Jó. Előbb kell nyomni az X-et, vagy ezért mi? Élőben nem így lovaglok, nyugalom. Élőben nem is lovagol, de fogok szóval. De majd. Szegény ló. Na, de itt meg már nem mutatja a sárgát. Ott az X! Szerelmem! Igen. Le ne essél! Hát nem magától esik le a ló! Ott le tudunk menni. Nagyon szép. Are you sure? De ott már megint kijöttél a sárga körből. Most azt a sárga kört kell néznem, igen. Nem világos. Igen, de az X-et kell. De milyen X-et? Egyszer azért nem tudtam eladni, mert azon gondolkoztam, hogy vegának Minecraftban, hogy ilyen egy túl, sem ölnek állatokat. Jó, köszönöm, azt írták, gyalog kell keresni. Nem tudom, én nem Minecraftozok, de igazából nem tudom, én játékban sem ölnék állatot, nem tudom. Nem vonz a dolog, hogy állatokat öljek, szóval azért nem... Játszok olyan játékokat, ahol állatokat kell ölni. Mit keresek? Kincset. Hát itt semmi nincs. Keres. Cica. De nem jelöli semmi. Sárga arénába keres. Ha közel keres. Mész az X sárga köré változik. Almát eszek, az jó. Én is ennék egyet. Aha. Használni kell a Dead Eye-t. Ott van. Opa. Megvan. És azt hiszem, most lesétálsz a szikláról. Nem. Csinálnom kell egy gyors rendszer ellenőrzést.
Persze, hát most már kész jelmezzel, megnézzük még egyszer. Proton rakéták rendben, mentőkapszula rendben, ablaktörlők rendben. Úgy tűnik minden rendben, kilövés megkezdeni. 3, 2, 1. El ne induljál, gyerek! Fénysebességnél is gyorsabban megyünk, mint az ott elő. Meteor zápor erőt ered bekapcsolni. El ne induljon a kocsi, mert agyvérzést kapok. Eszembe jutott az autóról egy olyan álmom, amiben én vezettem egyedül 3 évesen. Wow. Kíváncsi vagyok, hogy a mantroid miatt hány hajó zuhant le a bolygóra. Tényleg, mert a mantroid a hóember. Mindegy, és a földet elértem, ideje felfedezni. Aha, ezután fogjuk akkor a hóembert. Összeállít a kép, gyerekek! Wow! Milyen bolygó ez? This is the Mars. Wow. Olyan sötét a bolygó, mint Dave, az ég pedig vörös akár a vér. Én se engedném, mert véletlen elindul, neki megy a garázsnak, vagy valami. Nem csoda, hogy itt a mentroid. De szép! Nagyon jól ábrázolják a képzeletet, de hogyan tud bárki is itt élni? Szomorúnak és magányosnak látszik. Üdv a Star Wars világába! Vov! Devus Janus bolygó, igen. 6 évesen vezettél, wow. Itt valami démon van! Mi ez a zaj? Közeledik valami vagy valaki. És most mindenki számol arra, hogy megjelenik egy szörny, ugye? Oké. Okay. Mutasd magad, te gyáva! Hányan ijedtetek meg? Bocsi, nem hagyhattam ki. Jó, Dave, nem leszel ilyen paraszt. Elnézést mindenkitől. Csak én levezetem a feszkót. Oda megyek a lámpához. Össze foglak zúzni. Egy lámpa a lakatlan bolygón. Jogos, jogos, nagyon jogos. Apámmal kimentünk a régi reptérre. Az igen. Bocsi, mindenkitől csak szórakoztam. Ne félj majd, mikor Resident Evil-t folytatjuk, nem fogok ennyit hülyéskedni, majd tényleg félni fogok. Talán minden a te hibád. Kaptok egy szívecskét bocsánatkérés jeléül? Vagy egy kakiló cicát inkább? Túl gyenge vagy, hogy megküzd velem, idióta kapitány. Ezúttal nem menekülsz előlem. Mert letépem a lámpád! Nem, ez biztos, hogy csak képzeli. Küzd meg velem, te tetű! Akarom mondani, gyere és harcolj! Nagy a gravitáció ezen a bolygón, de amúgy szép a bolygó. Ott jön Dave kapitány. Minden fájdalmat te alkottál! Szösza, azaz. El ne csapják! Meg ha egy lakatlan bolygó, miért van úttest? Nem győzhet, csak szellemeket üldözöl. Amúgy ez creepy! Tehát eddig vidám volt a játék relatíve, de azért ez egy kicsit ijesztő, szerintem, ha gyerekként belegondolunk. Unlak már, vessünk véget ennek. Meg ne fújjá! Nem hagyhatlak életben. Oké, nyomom az egeret! Szuper képesség, nem fulladsz meg! Élegyél! Tép ki azt a lámpaoszlopot vagy jelzőtáblát! Mental... Dr. Metroid. Dick elájult. Jó vagy? Kigyűjtem az autóból. Mom, guf, kakia, kimásolom chatből azt,
adja be, beillesztem. Oké, okay. Megfizetsz azért, amiért tettél mentorid, esküszöm. Akkor most már csak a mentroid legyőzésem maradt, vagy ez a hó akármi. Ez amúgy jó volt, ez tetszett ez a jelenet. Megvan. E betű, felrobbantom. Ezért kellett a petárda, oppá! Now you are ready to battle with Captain Spirit. Ilyet ne csináljátok, a petárda nagyon veszélyes. Én sose petárdáztam, mert nem tartom jónak. Tényleg ne használjátok. Erre apa is fel fog ébredni. Megfordul a hóember és elhalapja a torkod. Na, attól beszartam volna. Hómanyta majdnem megfagyasztotta a várost. Minden küldetés teljesítve, 100%-ig kimaxoltam. Na akkor keltsük fel apát, és most már vegyük meg azt a karácsonyfát szerintem. Ott egy graffiti. Mintha környéken nem laknának emberek a bárokban. Oké. Jó. Keltsük fel apát! Hát amúgy lehet, hogy le fog cseszni, mert cigaretta szagú a pofánk. Petárdával szétrobbantottuk a hóembert, beültünk a kocsiba, mindkét kulcsot kiloptuk, voltunk a szobájában, megláttuk a karácsonyi ajándékunkat, tehát azért, és mellette apánk berúgott, tehát hogy azért ez így kicsit sok lesz. Meg kell néznem közelebbre. Mert nem a popsi, hanem a másik. Kata, majdnem bejutottál top 3-ba, csak az a bajusz ne lett volna. Selena, gyere velem. Gyere Selena ide. De Katának is gratulálok, mert majdnem olyan teljesítmény lett, amit én elvárok. Te nem tudom egy ki vagy. Szerveren körülbelül másfél-két órát majd leszünk. Visszajövünk, igen. Jana, harmadik? Az a baj, hogy innen én még háromat is, kettőt még vinnék, tehát ez így necces. Én de két döntsön. Ember között vacilálok. Nekem is kettő van. Menj közelebb. Nem mondom meg, melyik kettő. Sandy és Sandy. Kata között vacilálok. Ő közöttük. Mind a kettő nagyon tetszik, viszont hogyha választanom kell, akkor inkább... Ő azt írt, hogy akartam. Igen, akkor inkább Katát választanám. Ha már én itt hagytam. Mert a kéket nem annyira szeretem, mint a barnát. Úgyhogy én őt választanám, de tied is nagyon tetszik, Szendi. Gyere ide, Kata, te vagy jön a harmadikja. Harmadik versenyzője. Egy bajusz miatt, igen, csodálatos, fripselő, koponyas minkű, téli szakácsember vagy Dave. Igen, és te... Te zsűrized ezeket. Teljesen jó. Amúgy tényleg úgy nézel ki, mint Icuka. Te vagy Icuka! Subic! Subick! Subick, felsubickolom! Nézd, hogy szurkoló tábor van hátul, látod azt? Látom. Az igen, vigyed Mufit. Nem, nincsen részrehajlás. Nincs részrehajlás. Én láttam Delilah, akit kiejtett a legvégén, Dave. A döntősöm. Én nem tudom. Azért nem tudom. Köszönjük az úrra. Mert... De itt vagyok, nem lát, itt vagyok. Fú, de nehéz. És az eszkesetek betörők elhülyéskedtem eddig, viszont nem téli nekem mégse annyira. Sandy... Oh, Sandy! Volt valamilyen dal, nem? Van, igen, a Grease-ben. Igen. Most ha beviszem, akkor részrehajlás lesz. Cakolom. Valaki odaít, hogy cokolom. Részrehajlás lesz, úgyhogy... Mufi, lesz még jó köröd ma. Sandy, gyere velem! Én hiszek benne, hogy lesz még a Mufinak ma tejbe aprítani való. És akkor lövünk egy képet a top 6-tal. Állj be gyorsan oda. Köszönöm. Fordulj meg. Vagy a popódat fotózom benne. Eldöntheted. Nagyon jó, top 6. És akkor Jana kezdi az értékelésre, top 3-ból egyet kiválaszt. Nem az befolyásolta. Ez a szó, állj, én a hacker, még emlékszel, Dave? Ne, Dave, te is elfelejtette, mi ez? Mi az? Mi ez? Mi a hacker? Amúgy azt hiszem, hogy kicsit egy kaptafa ízlésem lett, tehát ott volt 30 különböző kinézetű ember, és majdnem behoztam a 3 ugyanolyan, tehát egy ízlésem van, az is ez. Nagyon jó, gyerekek, ez hihetetlen. Figyelj, én a kékek mellett vagyok, kékek, tartsunk össze. Nem örülne neki. Minek?
Tudja valaki, mit kell tenni? Kifelé? Mindenki. Jody. Tehát nyilván én maradok szülni vele. Én vagyok a szülésznő. Életemben nem születettem senkit, vagy szültettem. Ajajajajajaj. Tudnod kell, hogy én még sose csináltam ilyet. Én se! Hát én se csak. Nem akarom, hogy mindenki engem bámuljon, hogy fetrengek a fájdalomtól. Csak 21-en néznek, ne aggódj. Oké. Okay, don't worry. Semmi pánik, semmi pánik. Meg fogjuk oldani, meg fogjuk oldani. Úgy értem, mennyire lehet bonyolult. Azt nem tudjuk, lehet, hogy valamelyik férfi, de én se tudom. Ajaj. Nyugi, Dave, ne pánikolj. Hadd segítsek levenni. 18-as karikát kitesszük, vetköztetés következik. Jó, hála az égnek, nem látjuk telibe. Gyorsan törölközött oda. És ezt tényleg nekem kell csinálni! Ócska matracot. Erre nem készültem föl! Először is szeretném elmondani a mongufláknak, miként születik a kisbaba. Ha eddig nem tudtátok, klikkeljetek el innen, nem a gólya hozza. Víz, szia Riding Francesze szó. Ne, vizelj már! Mármint, hogy nem úgy. Édes Istenem, miért kell szültetni? Így áll. Egyből ilyen intrikákba ütközünk. Na majd, hogyha egyszer nekem lesz gyerekem, apás szülés lesz ezek után. Egyértelműen. Megnyugtat. Jól csinálod. Minden rendben van. Lélegezz. Lélegezz. Folyamatosan lélek. Beszív, kifúj. Mindjárt meg lesz. Szia, éppen szülést vezetünk le, Balázs. Én se hittem volna. Gyerünk, nyomjad. Nyomjad. Oké. Szerintem rossz helyre tévedtünk, látom a fejét. Nyomjad! Hát nem így képzeltem el a játék folytatását. De ott a baba! Oda néz! A kis baba! Ne sírjál! Megszületett! Hát ott a babóca! Ops! Belaggult a baba! A kis pucér babóka! Igen, mindenkitől elnézést kérek! Nem tudtam, hogy ennyire felnőtt tartalomba megyünk át. Megszületett a kis baba. Hogyan születik a baba? Azt kellett volna a live címnek adnom. De édes amúgy. Egyen meg. Hát oda néz. Nem volt könnyű dolgunk mostanáig, kicsim. De meg fogjuk csinálni. Te és én. Megígérem. Oj, de cukik. Hogy most már semmi sem állhat az utunkba. Szólok a többieknek. Így random levezettük a szülést a live elején. Egyen meg. Hey there, Ashki. Szia, Ashki. Don't be afraid, I'm just gonna come over there. Ne félj, csak kicsit idejövök, oké? Hú, hogy hátrál szegény pacon, nyugi. Easy boy. Nyugi fiú, easy boy. Éden bácsi megsimogat.
Még lehet, hogy nem Aidennel kell ide jönni. Oh-oh! Vagy pacó! Nyugalom! Itt vagyok veled. Aha. Igen, nem jó, hogyha szemből megyünk. Gyere csak, Aiden. Hozz egy répát, vagy valamit. Ó, de szép ló. Nem, Aiden se tud semmit csinálni, nem tudom, mi lenne a jó lépés. Nem tudom, mit kéne csinálnom, megpróbálok mellé jönni. De alapból csak közelebb megy, akár mit nyomok, közelebb megy, nem jó. Tuti az lesz. Ide meg nem tudom, de Aidennel semmit nem tudok csinálni, tehát hogy látom, hogy él a ló. De ezen kívül nem tudjuk megnyugtatni meg semmi. Itt a többi ló. Én is pedig valami reflexes gombnyomásra számoltam, de látod, semmi. Fara felől nem megy, tehát hogy nyomom és nézzétek, eddig megy a karakter, tehát nem megy ki oldalra jobban, csak szembe megy. És a háttal jövök neki, így meg szembe megyünk, nem jó. Hát jó, értem, nyújtanom kéne a kezem, de nem tudom, nem csinál semmit. Semmit nem csinál az egér, igen. És ha itt szép lassan ide jövök. Aha, lassan kellett odajönni. Szia, Áski! Nem is olyan rossz, ugye? Megvan, lassan kellett odajönni és szembe. Igen, megfejtettük. Szia! Itt van újra a nagymamám, szia! Küldjetek egy szívecskét, meglett, hogy hogy kell odajönni a lóhoz. Valamit eszik. Ó, most bele kell szállnunk, vagy mi? Vagy csak segítünk neki? Aha. Most én vagyok a ló. Az Aiden szórakozott, az Aiden kopogott, gyerekek, na mit főz? Mondom én, Gordon Dave. Egész jól néz ki, ázsiai, akármi. Csirkés curry, csőben sült zöldségekkel. Sütőben el fog tartani, nem jó, mondtam, csináljál spagettit. Lapozzál. Pizza rendelés. De nem főzünk, nem, főzzél, mutasd meg. Előkelő kell, lapozzunk. Nem, de főzünk. Végre kiélhetem a konyha főnököt. Legyen csirkés curry. Yeah, chicken curry. A little down-home flavor. I mean, he's gonna love that. Szia, Zsolt. Úgy értem, ha már nem cseszem el. Na, akkor Gordon Dave beindul. Na, azt mondja, csirkés curryhez hozzávalók csirke és curry. Várjál, először is hozzávalónak kéne a hűtöm. Úgy. Nagyon jó. Forduljál oda. Ó, nagyon jó vagy. Na, alapanyagok. Pizza, chicken curry, ott a paradicsom, paprika. Szedjed, úgy. Na, akkor főzzünk.
More! Aiden, normális vagy? Vagy csak odaadja nekünk? Thanks, Aiden. Nagyon féltékeny a szellem. Hagyd ma! Először is az első lépés, hogy apró gerezdekre vágjuk a paradicsomot. Ha ezt megtettük, arrébb toljuk. Utána fogjuk a hagymát. A hagymát jó erősen meghámozzuk, leszedjük a héját, közben már folyik a könnyünk, mert sírunk, de utána elkezdem a hagymát is szép kis szeletekre aprítani. Amikor ezzel végeztünk, azonnal átérhetünk a csirkére, de javasolnék inkább valami vegán verziót. Ezt szépen valahogy ki fogom nyitni. Nem bírom kinyitni, nincsen lélek jelenlétem, hogy én kinyissam a csirkét. Mert igazából nem tudom, hogy kell. Mit csinálsz, édes? Nem értem. Na várjál. Úgy, szépen elvágjátok, lehúzzátok a cellofánt, és utána a csirkét is arrébb toljátok. Ha ez elkészült, mehet a sütőbe, vagy nem biztos, hogy a sütőbe, igazad van, be kell ízesíteni. Először is. So far so good. Eddig jó, hát nagyon sok mindent csináltam, én is ezt mondom, eddig jó, amit én csinálok, az csak jó lehet. Tehát akkor utána elővesztek egy nagy lábost, mondom, előveszed a nagy lábost, nem visszatolod, akkor leveszel föntről tálacskát, serpenyőt! Nem tudod, hogy mi kell hozzá, én se tudom. Nézzük meg, mi kell hozzá. Mibe fogjuk elkészíteni? Hát semmibe. Nyersen adjuk oda neki, jó étvágyat kívánok. Mint egy rossz főzőműsor, igen. Bonjour! Na, valamit... Most hova mész? Megyek egy kört, mert ideges vagyok, hogy vajon jó lesz-e a főztöm. Jó, megnyugodtam, jó lesz. Onnan nem veszek le semmit. Még nem végeztem a főzéssel. Hát nem mondod! Hát hallod, nem végeztem, ott van nyersen! Hogy végeztél volna? Nézzük meg az órát, teljesen jó állunk. Szerintem este ez itt teljesen ehető lesz. Na, fogunk egy széket, mert hát nem érem fel a lábasost, mert nagyon picike vagyok, de erre megoldás lehet, hogyha valaki törpe növésű, hogy levegye a serpenyőt, ne tegyétek legföntre! Tehát, hogy a sütős dolgokat csak tegyétek föntre, mert nem fogjátok tudni elérni. Na, az előmelegített lábas egy nagy lapáttal megfogjátok, és belesöpritek az összes cuccot, amit összevágtatok. Nagyon szépen precízen, ott lebeghet is fölötte, nem baj, ha nem esik rá. A gravitáció nem hat a paradicsomra, ez köztudott. Utána megfogjátok az egyik fűszert, amit találtok otthon, és elkezditek rázni. Jó sokat tegyetek rá, hirtelen megsült a kaja, csak úgy jelzem, tehát ez a profizmus. Ha van házi szellemetek, már meg is sül a kajánk, tehát hogy jól beízesíted, mondom, jó lesz az már. Nagyon jó, mennyiszer, nem tudom, hogy mennyit teszünk rá, igazából mindenki ízlése szerint, de hogyha elfűszerezem annyira, hogy ehetetlen legyen, vagy ne érezze az ízeket, akkor biztos jó lesz. Na, szükségünk van még, ez volt a gyömbér, csak titok volt, hogy tudjátok-e. A szükségünk van egy marék borsra, a borsot jó megcsavargatjuk, jó megtekerjük, mert úgy jobb lesz az íze. Na, mondom, megtekered azt a nyambat bort, nem tekerjük, egy tekerés elég volt. Jöhet a só, a só mindig jó, mert a só minden étel alapja. Anélkül ne egyetek semmit. Na jó, mondjuk gumicukrot, igen. Megsózzuk. Még egy adag sót adunk neki, mert szerelmesek vagyunk. Még egyet, hogy hát ha szomjas lesz. Még egyet, és így már teljesen jó. Ennyi só kell ehhez az ételhez. Most, hogy befűszereztük a kajánkat, szerintem be is tehetjük a sütőbe a finom vacsorát. És most várunk. Ja, igen, el kell indítani a sütőt, be kell állítani, ki kell világítani, hogy lássuk azt, ha elkészül. Majd itt pittyegni fog, és reméljük nem gyullad ki a konyha. Már hallott szódik, hogy sül, oda néz. Ott sül, bent a vacsora. És meg is jött az úriember, mindjárt megkóstolhatja a finom ételt. Konyhafőnök paródia, hát körülbelül. Mozduljál meg, kisjány. Szakíts szét azt a szart a kezeden,
celluxot, vagy mi a rák. Is anybody out there? Van valaki odakint? Kérlek, segíts! Hát, ez valószínű innen nem hallatszik. Szabadíts ki. Elmebeteg fasz. Valaki segítsen. Ezt szabadítsuk ki. A lábam is kikötötte. Üdvözlök mindenkit. Nagyon fáj. Hogy a viharban ne fájna? De megdöglik a karakterem. Én a gyártó nem tudom mit csinálok. Mindegy. Fecskend. De most mit nézegessek oda? Jó, nem emlékszem semmire, ami történt. Most én hiába nézem a cuccokat. Nagyon jól látom az összes holmim, de nem tudom megfogni. Hát nem mondod! Valamit találjunk ki. Álljál fel. Járjat képet vágnék én is egyébként. Végre szabad vagyok. A szabad vagyok, álljál már fel! Nem jó. Rohadt életben én vagyok, ezt tegnap este csinálhatta. Azt innen látod a fotót? Hát milyen sasz szemed van? Guruló asztal, annak oka lesz. Mozgasd! Ez az. Megfogod a lábaddal, úgy bánsz a lábaddal, mint nem tudom. Ezt már nézted. Utálok magamra nézni ilyen állapotban, ezért még fizetni fog Jefferson. Jefferson, ki kell csinálni? Nincs mese. És valamit találjunk ki. Balegér gomba. Jaj, hát persze, visszapörgetem az időt. Amúgy Chloe-t feltámasztanám, ha tehetném. Soha nem megyek vissza. De menjél vissza az időbe! Visszamész, mert azt mondtam. AD, aztán bal. Fókuszáljál. Ez megint nem megy. Hát ez nem, hogy nem fókuszál, homályosabb lett. Egyszerre kell az AD-t meg a két egér gombot, vagy egymás után? Jó, megvan. Jézusom! Itt vagyunk. This angle highlights your purity, see. Fú, de beteg. The unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure expression of Christ. Vigyázni kell, gyerekek, az ilyen pedofil faszkalapokkal, mert ezeknek a börtönbe vagy pedig a temetőben a helyük. Hold that stare there. Stay still. Azt még ordibász is. Szégyeld magad! Max, you fucked up my shot. Bocsánat a kifejezésre, de amit a tanár csinál, ez a maximális geciség. És még szépen fogalmaztam. Másodjára láttam a selfie-t. I still hate that word. But I love the purity of your own image. Aha. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Heh, beteg. Üdvözlök minden most érkezőt. Olvassátok el a leírást, köszi. És ha tudtok, segítsünk együtt, srácok. Peace. Much better. Thanks, man. Én felpofoznám ezt a tanárt. Kemény, de nem oda körbe alanyodok mindenfajt. Fölbassz! Expect a cohesive style. Üdvözlök mindenkit! But he had an eye for shadows. And an eye for a whole lot more. As his elite family will find out. Along with Arcadia Bay. Nice. Good.
Ez beteg. Oh, those eyes. Anyádnak a szemei. A majdnem megdöglött állapotban vagyok. Goddamn nosy, Max. But this room is a... Az a baj, hogy be vagyunk drogozva, azért nem bírunk fölállni, mert belényomta a fecskendőt. A Nathan-nel hozta be, Istenem. Kinek nem magándetektívet járta. Ó, ide szemét, és ő végig tudta, végig tudott mindent. Chloe. Right. Kinyírta ez a szemétláda a barátnőnket. Ott amúgy vissza kéne pörgetni az időt, jó lenne. Nincs nálunk semmi. Semmi nincs nálunk. Meg akar ölni, most mondta. A seggem is jó néz ki, csak csókold meg középük, jó van? Eddig idegen ez a rész, tehát nem mondanám, hogy de jól szórakozok. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will come. Anyádnak adja újabb dózis. Még egyszer megszúrsz. Ne már! Komolyan kiüt teljesen, ne szopassatok! Jó, legalább azt elrúgtuk. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless than maybe your whole life. Remember my number one rule. Always take a shot. Ragadd meg a pillanatot, meg ragadom meg a tökeidet, és húzom ki a szádon keresztül. Ide nem csak a törjön beléd egy marék nápolyi, ide minimum törjön beléd 6000 bicska. Jó, gyerekek, megy nem tudom hány perce a live, és konkrétan csak fölbaszta az agyam. És még ezért fizetnek is. Na jó, húzzunk innen. Álljál már, ja nem tudok, mert a karom oda van ragasztva, vagy kötözve. Mi az? Wait, Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can. És hogy akarod használni, ha meg se tudunk mozdulni, csak úgy kérdezem. Kamera, ott a kam... Határozottan ébren vagyok ezen a képen. I could try this one. This might work. Talán működhet, működj. Ja, hogy a fotón is visszarepülünk. Hallod, én már szállok, hasítok. Ne viccelj. Üdvözlök közben mindenkit, olvassátok el a leírás, srácok. Köszönöm. Nem tudom, hogy egyszerre kell megnyomnom, vagy nem egyszerre, ezt még mindig nem tanultam meg a játékba. Ezt ha leírjátok, megköszönöm, mert akkor jobban haladunk. Jó, már addigra rájövök, mire kimondom. Na! I'm getting some spectacular images here. Hát büszke vagyok rád, fiam. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Pokémon, I choose you. Az jó, de ez nem jó. Túl keményen próbálkozom meg, vagy nem olvasom, inkább csak fölcsiszem magam. Pedig elején normális volt a tanár. Mr. Jefferson, nem volt ekkora a pöcs. Why are you doing this? Na ez érdekel engem is. Max, I'm so glad you asked that question. Miért csinálod? Simply put,
I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black as beteg to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects. Yes. De jó fejtanárunk van. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you. Nem látja be, hogy beteg, tehát... And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Menj a pokolba, te szemem. Go to hell. You will for everybody you've hurt. Unlike pure sweet Kate Marsh, I don't believe in that bullshit. She could have been my masterpiece. The world is what an artist makes it. And my muse. Nehéz közben bármit megszólni. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. God, I hate your voice now. You might as well savor it, considering it's the last you'll hear. Oh. That struck a nerve. Your face changed color. Beautiful. Ez már nagyon beteg. You cannot get away with this. I want you to know that. Then why did you blame David Madsen for stalking Kate? Of course he was the only person who was about to find out the truth. Irony. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Felhasználta Nathan. You used Nathan. I prefer the term manipulated. Jobban szeretem manipulálni szót, akárcsak én manipulál a főnök, de nekem nem parancsolkus. Apa figura voltam Nathan. Kihasználta, Istenem! Még azt is kihasználta, a gyereket. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans? Egyre jobban utálom ezt a szereplőt. I told him what he needed to hear. I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious dark room in a corner? Mindent ez a csávó fizetett. Kihasználta, hogy még a pénzt is elvette a szegény csórótól, mert apja helyett apja volt. Subject. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Chloe and Rachel. You killed both of Két them. Embert is megölt, és még egy csomót. Right now. Is that what you want to hear? Why? 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 Start listening. Valaki üsse már le. Dumb cunt. Ezt még hogy beszélsz velem? I'm sorry, Max. That was not cool. Sorry, Max. Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so... Menjünk már ki ebből a szobából. You're evil. Oh, I see. You and your friends almost beat Nathan to death. See, we're not so different. Yes, yes, we are. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did, megölte a Nathant is! He was a protégé for much longer. Now the police will never find his body. Hát bazd meg! Mindenkit megölt! I can't compromise my vision with amateurs. Nem hiszem el. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here by your own choice. Ezersz egy rage game, mint ez. I like my models to be seen and not heard, so I have to make sure. Jaj, ne már. Left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your workout. Azt kapcsolja a zenét. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Ki kell menni innen?
this one. This. Mi a szart tudok csinálni? I have all those photos in my diary. This could meg se tudok mozdulni. I can see why your instant camera is so appealing. You don't. Your workout. Nem tudok semmit menni. Pörgetünk. Okay. Now. Wait. Várjon. Please. Jefferson. Mr. Jefferson. Istenem, Jefferson. I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. You still have my diary. A naplómat akarom. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Ez rohadt beteg. Look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. Ez az. Ledobta a képet elém a hülye. Megyünk vissza az időbe. Koncentrálok. De rohadt nehezen javulsz meg. Az a baj, nyomom a VD-t, meg utána nyomom az egeret, de egyszerre nyomom, nem történik semmi. Tudom, hogy felizgatni láthat téged, amikor felébredt, talán gyere vissza kicsit később. Ja, felizgatná. Hey. Aludj vissza kicsim, pihenésre van szükséged. Meg lehet, hogy baja lenne, meg van sérülve, és ha én most fölzaklatom, akkor rohadtul lehet, hogy beteg lesz, vagy meghal. Hát most nem... mi ez a vége? Az élet nagy dilemmái, hogy kegyes hazugsággal hagyod, hogy boldog maradjon, vagy az igazsággal összetöröd annyira, hogy rossz legyen az egész kibaszott élete. Ez az elveim ellen megy, mert én azt mondom, hogy mindig igazat kell mondani. Akkor is, ha fáj. Lesz ott királyheg. Jó, majd átérünk erre, hogyha ott tartunk. Fuck yeah. Valójában soha nem szöktünk meg, ugye? Van időnk. Behozták neki a világító cuccot. Világ minden ideje. Szóval, hogy ment? Húha. El kell mondanom valamit. Mondjál Rachelnek mindent, védd meg Rachelt az igazságtól, de tudtam, nem akarom elhinni. Adjatok egy perc gondolkodás időt. Nem bírom. Gondolkozok és elfordítom a csetet, ezt nekem kell eldöntenem. Ha elmondok neki mindent, meg fogja utálni az apját,
összetörik. Lehet, hogy még bele is halhatna. Jó, tudjuk, hogy a sztori alapján nyilván nem. De hogy lehet, hogy akkor teljesen összetöröm. De hogyha van egy szerelmem, vagy akit szeretek nagyon, és nem mondom el az igazat neki, akkor egy életen át hazudok? Vagy megvédem az igazságtól, és lesz egy látszatképe, amiben boldog marad, de az nem lesz őszinte boldogság, vagyis mi végig tudni fogjuk, hogy nem boldog a családja, és egy életen át hazudni kell neki, mondjuk, hogyha együtt maradnánk, akkor hazudni kéne egy életen át arról, hogy én nem találkoztam soha az anyáddal, az anyád nem szeret, igazából meg se akart keresni téged, az apád eldugta a leveleid, és hogy az anyád annyira szeret téged, hogy feláldozná saját kapcsolatát veled, hogy te boldog legyél, szerintem ez mindennél fontosabb. Én nem bírok hazudni neki. Az elveim ellen menne, és a Life is Strange játéknak a lényege, hogy megismerd a videósnak a döntéseit, a tartalomgyártónak a döntéseit, hogy ő mit döntene. És egy valami van, ami élteti a kapcsolatunkat Janával, hogy nem hazudunk soha egymásnak. Soha a büdös életben nem hazudtunk egymásnak, és nem is fogunk. Hogyha megbántom Janát, legyen ez egy apróság, hogy szar a kajája, amit főz, akkor megmondom, hogy ez szar lett. Utána lehet, hogy haragszik rám két napig, de fordítva is volt ilyen. Én azt mondom, hogy egyszer mond meg valakinek azt, hogyha valami nagyon nem jó, mint hogy egy életen át hazugságba élj, és hogy hazudj neki. Úgyhogy, ha valamit megtanulunk ebből a játékból, az legyen az, hogy az igazság bármennyire fáj is, a burkolt védelmi hazugság is hazugság. Úgyhogy eldöntöttem lélekbe, hogy egyértelműen elmondok mindent. Mert én így döntenék. Én így döntenék. Ha valakit igazán szeretek, akkor őszintek vagyok vele. Még hogyha az átlag emberek nem is tennének így. Ezt tartom helyesnek. Ettem. Az teljesen jó, figyelj. Oké. Okay. Teljesen legjobb program. Edzünk, igen, edzős. Hé, mit csinál a ló? Nézd meg, az enyém megőrült. Irázkódása van. Hogy ennyire ordibálsz, kérlek, mellőzzük ezt. Nekem nagyon sokat kellett tanulnom. Himnusz, biosz. Látod, live-on keresztül nem jön át, mikor nézed. Jaj, de hangos vagy. Itt nincsen volume, hogy leveszed. Nem, de elmehetek te. Igazából. Eljön érted a halál, eljön érted a kaszázsos, azt leragadtunk itt, eljön érted a subic. Jó, ezt ki fogom vágni, és ez lesz a csengő hangom. Azt próbálnád meg. Akkor sehova nem megyek veled, az biztos. Na gyertek, gyertek. Mehetünk. De én mondtam, hogy én úgy megtrollkodnám, hogy Instagramon jelöljük be a német Kristófot, és írjuk be neki, hogy eljön érted a subic, és akkor így mit reagálna? Semmit. Mehetünk. Engedd el. Menjünk így, gyerekek! Elmegyünk a malomig így. Milyen malomig? Gyalog? Így. Mondom. Ne lopd az ötletem. Így előzélve. Megsúgom az egyik videó ötletem. Úgy fogom súgni, hogy hallható legyen a mikrofonba. Képzeljétek el! Tehát az egyik videó ötletem, hogy az egész mapot a különleges járásmódba végigmegyük. Ne. Hát hány órás lesz? Hát majd a 24 órásban. Eljön érted ökör a Máté miatt. Mátét elvesztettük szerintem. Már én Siki meg izével van. Aki meg... De várjál, hogy nyomod? Nem akarja csinálni. A kuhával, cicem, ebben a lejármódban mész. Egy. Igen, és akkor most egyszerre nem a shift tész. És ez. Igen. Ez a szöllőtaposás. Leszem szöllőtaposás versenyzárásnak. Jó van, ne hülyéskedjünk, menjünk. Menjünk normálisan. Jön, szóval... az én lovam tud szöllőt taposni, az enyém nem tud, az enyém pörög. Na, azt akarom mondani, hogy az meg előre megy pörögve. Ennyi, mint a, mondom, a Beyblade ló. Hát az, ezt mondta neked,
Ezt mondtam neked, Dave, lopod az ötletem. Igen, Lili súgta a fülembe, de én már tudtam, hogy ezt fogom csinálni. Mielőtt ő kitalálta. Na, szerelmem, gyere! Várjál, éppen taposunk! Az ilyen költségeket, tehát nem ingyen dolgoznak. Kik? Eljön érted a Subix! Várjál, itt is már ezt írják. Igen, ott van! Subic! Királyok vagytok! Na. Mehetünk. Mehetünk. Szia, Vivi! Jó, azért azt ne írjuk be chatben random, hogy eljön érted a halál. Azt tényleg ne. Ne, jó. Merre megyünk? Jaj, előre. Aki azt írja, hogy Subic elsőnek, az jön a csoportomban. Nincs más hátra, csak előre. Itt van a Subic. Van a Subic. Meggyőztél. Eljön, ki jön érted? Eljön érted a Melinda. Legjobb, amikor 14 éveseket álltam cigizni, hát igen. Azokon én is sírok. Merre vagy? Ott vagy, látlak. Itt állok. Tehát azt akartam mondani, hogy két olyan eset volt, mikor ennyire világvége fájdalmam volt. A másik az, amikor... Nem megoldod, csak kitölteni az időt a problémáidon való gondolkodás. Amikor még egy nagyon nagy problémám volt, és le akartam vezetni a feszültséget, akkor rongáltam. Lementem az utcára, és izomból lerúgtam a kukákat. De hát úgy, hogy letörtek. Aztán senki se látta, hogy én voltam. Csak a biztonsági kamera tudod. Akkor még nem volt. Eljön érted a Dave és jön a... Tehát azért mondtam, hogy nem szabad ilyeneket csinálni. Kezd már mézik túlságosan azért lenni. Eljön érted a nyuszi! Jön! Vagy én, eljön érted a Lucy! Jaj! Igen, nem, amúgy tényleg, hogy... Na, ha lesznek mintáink, akkor lesz, hogy eljön érted a Subic minta. Nem lopott, tényleg. Nem lopott koncepció, abszolút, tényleg. Mi találtuk ki? Tegyék már be az eszeszóba, hogy lehessen az a neve a karakterednek, hogy Subic, esküszöm, kezdek egy új karaktert. Nem. Nem. Persze, Subic, village leader. Köszönjük. Nem találtam ki jobbat, bocsi. Igen, és akkor gyakorlatilag az egész live témát, ez az egy mondatta nekünk az ökörapát is. Műsor, drága örökösök, elintézte a Subic által, hogy ez az egy mondat kitöltötte az egész live-unkat. Köszönjük szépen. Egy egész merch-et alapítunk el. Szóval mondjuk... Át is nevezem magunkat, hogy nem Mongufta fel, hanem Subic Family. És ti lesztek a kis Subickák. Szóval most megkezdem. Most nem annyira tudom, hogy ezt fogod csinálni, mert megbántam a pillanatban, amikor elkezdtem így rögni. Mónika! Gyerekek. Megyünk, hogy szó... Icuka! Ne, cicám. Ica asszony. Az nem, az a Vilmos. Én a szülinapomon anyom, meg nagybátyám, mert nagybátyám mi... Na jó, befejeztem. Ott írják, nézd, az Icuka, Subic, kész. Beleszívják egy cigibe, jó volt meg minden, de max... De... Figyelj, én azt nem értem. Eljön érted a Subic Family. Gyerekek, mit csináltunk? Mit csináltunk? Megszültük a démont, eljött értünk. Valamit elrontottunk, tehát igen. Már bocsánat, de a szülők ilyenkor hol vannak a gyerekemnek, főleg ennyire fiatalon nem engedném, hogy cigizem. Figyelj, nem azzal van a baj, hogyha már valaki ennyi idős, akkor már nem azt mondom, hogy nem lehet nevelni, de akkor már... Várjátok, ezt figyelj, ez a legjobb. Eljön érted a Subic Family. Icuka, eljön érted az Icuka. Eljön érted az Icuka. Icuka, eljön, itt van. Penny, te is látod? Lidl, Tesco, Lidl, Ikea, Mónika. Eljön érted a Tesco-s kisli. Mi van? Azt hiszem, hogy a kár volt megcsinálni a magyar csetet. Ez hiányzott az életemből. Spár! Ki megjött, hogy icús! Ica! Mi van? Minden jó táron. Ez... Megver. Gyerekek, mit teremtek? Csemege, csemete. És működik a levélírás is, srácok? Írjatok nekünk levelet! A hapezon is kapsz 30 levet, hogy eljöttet a Subic! Mit csinálsz? Megyek! Nem azt, hanem, hogy miért mondod, hogy írjanak levelet, úgy hisz, ez fog érni. Ja. Futás!
hogy amúgy még élünk. Tehát, hogy meg 8 kill. Jövünk! Jövünk! Bakker! Hol van? Valamelyik kis tetű nagyon lőttem. Igen, addig jó talom, amíg nem kell építkezni valóban. Most már viszont innen föl kéne mennünk, lányok. Vagy nem megyünk föl? Talán! Kapta! Megvan! Mandalorian halál! Nagyon jó. Vigyázzatok! Basszus! Nagyon szép! Gyorsan rebootolunk. Nagyon jó. Futás! Gyerekek, ezt le kell hoznunk Winnie-re. 8-an vagyunk, abból mi vagyunk 4-en. Oh my Jesus! Hát mi ez a csapat, gyerekek? Hát nem mondtátok, hogy profik vagytok, Dark Banana Swarm. Hoppá! Nem tudok kimenni az ajtón. Elálljátok az utat. Nagyon szép volt. Ügyesek vagytok. Nem tudom, megnyerjük, én nagyon-nagyon örülni fogok. Jó van, rendben van, Hanna. Velük lesz még egy kör visszavágva, aztán új csapat, aztán utána újra jöhetnek, akik voltak, persze. Ha még lesz idő rá. Ott van! Jó!
Hol az utcsó ember? 1v4. Vagyis hát van egy plusz emberünk. Szeretetet kérsz, de jó. Nyertünk, meghalt! 4, hát ez minimum 10-es. GG! Win lett a Dark Banana Swarm-mal. Hát ügyesek vagytok, lányok, azonnal indul a visszavágó. Ez nagyon-nagyon jó volt, és csomó killünk lett, meg besegítettem én is. Nagyon jók, jók voltunk. Mondtátok, hogy nemrég kezdtétek, vagy nem sokat játszottatok. Van értelme játszanotok, mert jól játszatok. Jó lesz, hogy nem nyer ma SC-t, Szilveszterkor megint nyerhet 500 SC-t. Tényleg, hát ez nem volt mindenkinek világos, hogy magyarul kétszer 500 SC-t sorsolunk ki még az évbe. Oké. Szálljunk fel a kompra. Itt leszám a kompánia. Né. Gyerekek, és most felmegyünk konkrétan 60-an a kompra. Gyertek! Ez mi? Még, gyertek! Süllyedjen a hajó! Lehet, hogy nem is éri el mindenki, Orlika. Ide ér mindenki? Mert Anna, az mi? Ez az Orlikad, nem? Ő már nem jön föl. Gyertek, még ide értek! Gyertek! Ne. A kék ló is. Ne. Az a két vadló jöjjön. Na, siessél! Hányan jutottunk fel? Gyerekek, ez mi az tömög nyomod? Tömög, köszönjük. Ott vagyok, lehet. Noé bárkája. És amiért jelentkezem az esztét sorsára, és nekiadnám az esztét. De cuki vagy, Luca. Igen. Bele se akarok gondolni, hány XP-m lenne ebbe a tömegben. Ó, azt írták, hogy csomóan még a pingvineknél maradtak. Nem baj, szállítsatok délpatára. Télikabát, amúgy ennek a télikabátnak olyan története van. Na halljuk. Na, hogy telt a karácsony nektek? Nekünk nagyon jól telt, képzeljétek meghitte. El. Egyetlen dolog, amit így hiányoltunk, hogy nem tudtunk a családdal karácsonyozni. Mert betartottuk a Covidot, felőlem lehet menni akárhova, de nem kockáztatom. Igen, mert nagyon sok olyan ember van a családban, akinek krónikus betegsége van, ilyesmi, úgyhogy inkább munkahelyen... nem akartuk. Ne! Tudtam, hogy ezen bukom el, nézd meg! Hát ezt még simán ki lehet hozni. Simán ki meg sem mozdul! Dehogy nem. Nézed már! Csak forog. Nem tudod kihozni. De hogy nem. Hát most már nem. Amúgy se. Ezt mondom, hogy beleesett. Kerti dísz lettél, ennyi. Újra. Szóval, hogy de igen. Majdnem. Szóval, hogy ez azon ez volt kívül, velem is, hogy nem Hargita volt. Írja. Hát tudom, hogy van ilyen, hogy beleakadsz és nem jössz ki. Nem az van, hogy ki lehet, nem tudsz kijönni. Én csak a téli faluban voltam még az állatokkal. Én is. Nem is tudtam, hogy ki lehet hozni őket. Ki lehet. De nem tudok mit szólni hozzá, ide-oda húzza a szarva fejét, és a karaktered csak így rászkódik rajta. De amúgy tényleg, mint a nápolyi araklapom. Mondtam apámnak, hogy kéne téli kabát, mert mostanra nem, mert a mostani nem az. De majdnem meg lett. És apa mondta, hogy vegyen anya, anya mondta, hogy vegyen apa, és most kaptam apától karira. Na, ez jó. De jó, de amúgy nem, majdnem meg lett, maradjunk annyiban, hogy félig se csináltuk. Igen, én is ezt szeretném mondani. Én képzeljétek el, hogy 8 éve hordom ugyanazt a kabátot. Vagy bárj, most utána számolok, másodikos gimis voltam. Most érettségiztem 5 éve, meg 5, meg 2, bocsánat, akkor csak 7 éve. 7 éve hordom azt a kabátot. Ja, 7 éve, nem 8. Igen. Szóval 7 éve ugyanazt a kabátot hordom, és a világért se cserélném el. Max, akkor fogom, ami most már kicsikét... Hát nézd meg a büdös kecskét! Innentől meg vége. Dehogy is. Csak ne menj annyira gyorsan. Picit próbálj meg lassabban. Indulj! Az a baj, 4 másodpercet áll. Mi ez a tempó ennek a kecskének? Itt lassan megy. Lassan tempó? Megy. Hát alapból szar kedve van. Meg nincs set rajta. Meg alapból egy kecske. Jó, megmentettük.
Nehogy felzed a növényt. Tudom. Hülyéskedsz. Ezzel növényt szedni? Jó, és mellette menj el, szerelmem, oké? Mellette, ne ugord át. Úgy nem adja meg. Nem adja meg. Ennyit erről. Azt mondod, ne akkor menj be! Át. Muszáj átugrani. Egyszerűbb lett volna. Jó. Megvan! Fuss el! Ez szörnyű! Nagyon borzalmas ezzel. Ez a zene a háttérben egyáltalán nem segít. Milyen vidám ez a hülye kecske. Jaj, de jó! Megvan! Fordulják ki! Ne állj meg! Istenem! Ez valami borzalmas! Az irányítása is. Ez nem volt egy jó ötlet, szerelmem. Akkor is megcsináljuk Mongufta Powert a kecskének! Kakajót neki! Júj, hát ez szörnyű, ez rossz nézni. Miért nem vártasz vicce a pacidra? Mert ezt akkor is végigcsinálom a kecskével. Na még a pingvinek is gyorsabbak nálam! Hát igen. És ott van melletted egy nyúl. Kis golyó. Raktam ki TikTokra egy videót, hogy live voltok. Ó, köszönjük szépen. Hogy megcsináltak volna az ágoskodását. Igen, az jó lett volna. Mindjárt meg vagyunk! Hát azért még annyira mindjárt, nem? Hát igen, ezzel nem 3 perc, mint a lovakkal. Hanem 3 perc 20, mi? Küldöm neki a Mongufta Powert, köszönjük szépen. Menjél, kecske! Neked jött a pingvin. Aktiválás, Mongufta Power. Oda néz. Ott egy csillag. Leszarom. Gondoltam, hogy ez lesz. Voltunk papelméknél, szereztünk hangfalakat, de szerintem lepasztolom, mert plumpa a hangja, meg az, ami így is tele van, de azért örülök az ainak. Na, felvegyük a csillagot? Kérlek, hogy itt vagy. Közben 5 éve törekszel, az biztos. Nem tudtam felvenni a csillagot. Nem baj, azért ne próbálkozz vele. Ezen fogunk elbukni, nem mentem el. Ne! Még egyszer. A rohadt csillag, és gondoltam, hogy nem kéne szarozni, de mondtad, hogy nézzem meg. Mondom, nehogy felvedd a csillagot, azt mondtam. Hát akkor indulhat a vérszívás. 700 medve XP-t kapok. Kapok 700 medve XP-t. Én ezt a medvét elneveztem Ivánnak. Ne! Iván! Tempó! Hú, csesz meg! Hallod? Ez a max tempóm! Jó, be se fogom. Oda hogy érek át 18 másodperc alatt? Villám, Iván a villám. Jó, gyerekek, nem fog átérni, tehát hogy... Konkrétan odáig nem érek el, várj, de... Várj. Így kell ösztökélni Ivánt. Ilyen nagy kattintgatások árán megy Iván. Iváni, ugrás, első ugrás. Gyönyörűen rámászott! Átmászott konkrétan! Iván, szedd össze magad! Iván, go, go, go! Menj Iván! Szerintem most lesz a pillanat, hogy minden fülhallgatós megsiketül. Valaki lógasson már be elé egy halat vagy egy mézet. Egy mézet. Ha már úgyis lóg a nyelve. Hogy lógatsz be egy mézet? Ezt kérlek, magyarázd már el. Hogy de szép ugrás! Hajrá Iván! Bízunk benned! Ez az Iván! Iván! Meg tudod csinálni! Te vagy a jövőnk! Ivánka! Ivánka, az más, az a Trumpnak a felesége, mint volt felesége. Na ne szígyjátok, az én Ivánomat vagy különben vörös... Na oké, ezt inkább nem olvasom fel, ez... Jaj, Iván nem mérjél, tud kanyarodni! Egy csillag, Dave, ott volt egy csillag! Leszarom! És az amúgy is virág volt. Nem baj, Iván a levegőben is futómedve. Hát úgy igen, tehát úgy ugrik, hogy fut a levegőben, az azért... Inkább adjunk neki vodkát, igen. Iván, na most! Be ne akadj! Jaj, de ügyes vagy, dupla ugrás! Hallod, jobb vagy, mint a Pokémon! Hallod. Ha Ursaring elbújhat mögötted. Dupla ugrás támadás! Mézes karács is jó. Az is jó. Figyeld. Hopp! Nagyon jó vagy! Double kick. Jaj! Mit csinálsz? Jaj, de jó vagy! Driftel Driftelni az erdő, határába szokok, brum!
falu, nem az erdő. Jó, de az erdő. Iván olyan izmos, hogy a levegő. Hallod? Iván Kenterbe veri a julkecskét. Elkezdi. Iván olyan izmos, hogy a levegő. Iván! És amúgy tényleg. Iván, az egész falu téged kíván. Iván az új kabalállat, igen. Subaru Iván. Nyújtós nyelvű. Kérek egy nyújtós nyelvű medvénlovagló fanartot. Hihetetlen. Iván, a levegőt. Iván, át tudod ugrani? Átfutod a levegőt? Oda néz! Iván! Átfutod a levegőt, köszönjük. Oda néz. Iván a versenyen győzni kíván. Győznik Iván. Jaj. Értem. Ott a csillag. Né. Ivánka. Iván, nem átugorja az akadályokat, hanem ketté harapja. Iván jobb, mint a hónyú. Szünetbe hozok még mamám piskotájából, az se rossz. Iván speciális képessége az cseppfolyóssá válik minden ugratásra, és átmegy az akadályokat. Figyeld. Iván, nagy ugrás, készülj! Lehet, hogy tőlem megkapjátok a fanartot. Hajrá, hajrá, Salgó Dorin! Sziasztok, miről maradtam lesz? Szia, Tender! Szia! A Julival éppen nem megbírkoztunk, a Julival nagyon nehezen mentünk. Iván a legjobb. De Ivánka úgy tolja, Kenny vágja itt a havas ízet, mintha jeges medvének képzeli magát, én már rájöttem. A csodaszarvasokat le lehet cserélni Ivánra. Menjél, Iván! Szia, mi az, hogy leerőz egy ló? Amúgy a medvék tényleg nagyon gyorsan futnak. Csak mondom. Oda néz! Juhú! Iván tehetségét mindenki irigyli. Megcsinálta Iván! Megy, mint a tank! Iván a tank! Ivános fanatnak örülnétek! Abszolút mindenki! Egyértelműen! Dandolom belül hol vagy? Már Véldélben! Na jöhet a jutalmazás! Oda néz, Iván! Nézd meg, mit csinál velem! Hal... mit csinál az a fjord velem?